Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Szepessy Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm igazgató urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket. A kialakult járványügyi helyzet teljesen átírta a programok forgatókönyvét. Hogyan alakult ez városunkban? Igen, sajnos, hogy ez a helyzet teljesen átírta a rendezvénynaptárt, a város kulturális életét, és hát nyilván ezzel együtt a mi munkánkat is meghatározta az elmúlt időszakban. Nagyon sok rendezvény volt az elmúlt években a Dériné Kulturális Központban, illetve a hozzánk tartozó összes intézmény egységben, és hát nyilván terveztük ennek hasonlóképpen való folytatását a 2020-as évben is. A rendezvénynaptárt, aki nézte, látta, az tudja, hogy nagyon sok rendezvénnyel készültünk, nagyon sok rendezvény előkészítés alatt volt, nagyon sok rendezvény a meghirdetés küszöbén állt, és nagyon sok rendezvény zajlott, hiszen ha mondjuk csak a színházi bérletes előadásokra gondolunk, akkor menet közben ért bennünket a helyzet. Teljesen át kellett alakítani, én azt gondolom, mindent. Az első időszakban azzal foglalkoztunk, hogy a meglévő szervezés alatt álló rendezvényeinket hogyan lehet átcsoportosítani, úgy megmenteni belőle sok mindent, hogy esetleg a későbbi időszakban megtartható legyen. Illetve hát ugye azzal együtt, hogy nem tudtuk, hogy meddig fog tartani, és még nyilván a mai napig sem tudjuk hajszál pontosan, hogy hol a vége. Úgy megszervezni és úgy próbálni megmenteni, hogy bármikor, amikor úgy alakul, esetleg megtartható legyen, átcsoportosítani. Nyilván vannak olyan rendezvények, amelyeket lehetett, és vannak olyan rendezvények, amelyekről le kell mondanunk. Tehát az első időszakban ezek voltak a legfontosabb feladatok, és hát nyilván meg kellett szerveznünk a mindennapi életet is, hiszen közben azért folyt a munka, kellett olyan feladatokat találni a kollégáknak, amellyel meg tudjuk a következő időszakra is határozni az intézménynek a további létét, működését. Ugye elsősorban azzal együtt, hogy elrendelték kormányzati szinten az épületek bezárását, teljes bezárását, egy kicsit meg is határozták a mi munkánkat. Olyan feladatokat kellett találni, amelyeket a bezárt épületekben lehet elvégezni, ezért előre hoztuk a nyári részleges bezárásnak a feladatait. Én azt gondolom, hogy nagyon sok intézmény élt ezzel a lehetőséggel, tehát elsősorban a karbantartási feladatokat, azokat az elmaradt papírmunkákat, pályázati papírmunkákat fejeztük be, amelyeket görgettünk magunk előtt, és most egy picit talán volt időnk arra, hogy átgondoljuk és rendbe tegyük. És hát néhány olyan feladatot találtunk ki, amelyek a mindennapi életben egyébként is el kellett volna, hogy végezzünk, de most maradt rá egy pici idő. Hogyha lehet rá néhány szót szánni, akkor azt gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni, hiszen minden intézmény egységben az elég komoly feladatokat végeztünk. Ha végigmegyünk szép sorban, akkor mondjuk kezdjük a városi sportcsarnokkal, hiszen a sportélet is leállt, talán majd erről is tudunk még egy pár szót beszélni. Azokat a kiszolgáló helységeket, öltözőket, vizes blokkokat tettük rendbe, kaptak tisztasági meszelést, amelyek azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, bár folyamatosan odafigyeltünk rájuk, mégsem sikerült egyfajta ilyen komplex felújításon átesniük. Nyilván volt ennek egyfajta olyan aspektusa is, hogyha esetleg a koronavírus járvány annyira elharapózik, akkor természetes, hogy a sportcsarnok is szóba jöhet, mint katasztrófa elhelyezési helyszín. Ugye ez benne van a katasztrófa védelmi tervbe városi szinten is, tehát ezt mindenképpen el kellett ilyen szempontból is végeznünk. Aztán a küzdőtér, ami ugye folyamatos kihasználtság alatt van, itt is sikerült egyfajta nagyobb felújítást elvégeznünk, tehát mind a menyezet, mind az oldalsó falaknak a tisztasági meszelésével, karbantartásával, a labdafogó hálók felhelyezésével, az ablakra, amivel most már lassan másfél éve adósak vagyunk, ezt is sikerült elvégeznünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy teljesen megújult, tiszta környezetben tudjuk majd visszavárni a sportolóinkat a sportcsarnokban.
Az ifjúsági ház és a könyvtár egy nagyobb dolgozói létszámmal működő intézmény. Ugye a könyvtár az egyik legnagyobb kollektíva intézményen belül is. Bezártak a könyvtárak is, a könyvek bent vannak, tehát ideje volt akkor átnéznünk leltárilag, elvégezni azokat a selejtezési feladatokat, amelyeket itt is évek óta a folyamatos üzemelés mellett próbáltunk elvégezni. Most volt rá idő egy picit komolyabban átnézni és elvégezni ezeket a feladatokat. Itt is tudtunk egy kicsit karbantartásra is figyelni. A pincehelyiség és a lépcsőház azt gondolom, hogy megérett egy teljes meszelésre, úgyhogy jelenleg is ez még folyik a könyvtár épületében. Ott nem állt meg az élet, hiszen a könyvtáros kollégák folyamatosan próbálták az online térbe áthelyezni egy picit a munkájukat. Pályázati felhívások kerültek meghirdetésre, bábfilmeket vártunk és készítettünk forgatókönyvekből, különböző online totókat, rajzpályázatot hirdettünk, tehát azt gondolom, hogy a közönséggel való kapcsolattartás azért a lehetőségekhez mérten megmaradt, legalábbis a visszajelzések teljesen pozitívak, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok ezzel a elvégzett munkával. És hát ott van ugye a Dériné Kulturális Központ épülete, ahol azért a kulturális programok szervezésének a java zajlik. Itt is nyilván megpróbáltuk azokat a feltételeket javítani egy picit, amely a kulturális életbe való visszatérést segítheti. Itt is a karbantartás, a tisztasági meszelés. És hát örömmel mondhatom, hogy a második emeletre vezető lépcsőház és a második emelet előtere teljesen megújult. Új festést, új színeket, új belső megújulás jellemzi legalábbis ezt a részt. Úgyhogy haladunk az irányba, amelyet annak idején elterveztünk, hogy folyamatosan földszintől kezdve egy picit megújítjuk a Dériné belső falfelületeit. Már csak a nagy terem van hátra, én bízom abban, hogy talán ezt is sikerül majd előbb-utóbb elvégeznünk. Az a legnagyobb feladat természetesen. És ahogy mondtam, ugye itt is a rengeteg pályázatnak az utóélete, az átcsoportosítás, hiszen azok a folyamatban lévő pályázati megvalósítások csúsznak, ezeket kellett átütemezni, ezeknek a különböző feladatait megoldani. Illetve hát a nagy közönségnek is örömmel mondom, hogy sikerült megújítani az évek óta húzódó programban a Dériné internetes oldalát, tehát egy vadonatúj honlapra tévedhetnek, akik egy picit érdeklődnek a Dériné élete iránt, a különböző kulturális programok szervezése iránt, vagy csak egyszerűen a régi anyagok között, fényképek között szeretnének böngészni, egy teljesen megújult Dériné honlappal találkozhatnak. Úgyhogy feladat volt bőven, én azt gondolom, és hát most meg már készülünk az újra nyitásra, én bízom benne, hogy hamarosan elkövetkezik ez is. A technikai és a karbantartási munkák mellett azért szerveztek programokat is, mint például a térzene. Milyen volt a városlakói részéről a visszajelzés, hogyan fogadták? Ez egy érdekes program, a térzene program, hiszen ez is abba a kategóriába tartozik, amelyet előzetesen letárgyaltunk, megszerveztünk, elkészítettük a menetrendjét, gyakorlatilag a plakátjai készen álltak a hirdetésre. És amikor indult volna, ugye március 14-én, egy szombati napon, akkor már nem indulhatott el maga a program. Egyébként március 14-től 3 hónapon keresztül minden szombat délelőtt lett volna közel 1 órás térzene koncert itt a főtéri Filagóriában, ide vártuk volna az érdeklődőket. Megállt. Kellett találni egy új fajta lehetőséget. Ugye ez a Filharmónia Magyarország programja, amelyhez csatlakozott Karcag városa is. És hát közösen beszélgettünk, a Filharmóniától jött egyébként maga az ötlet, hogy akkor legyenek karantén koncertek, ne egy helyen legyen megszervezve, hanem a város döntse el, hogy mely területekre kívánja vinni.
két nagyon fontos kritériumnak kellett megfelelni, az egyik az, hogy közterületen kellett mindenképpen lebonyolítani, és lakótelep mellett, lakótelep közvetlen környezetében. Mi ezért döntöttünk úgy, hogy akkor itt maradunk a Kossuth téren, aztán a Táncsics lakótelep, a Varró utcában lévő lakótelep, majd később pedig a Kiskulcsos egyetlen lakótelepe az ifjúsági lakótelep, illetve állandó helyszínként még a Nagyvénkerti lakótelepet jelöltük meg. Hirdetni nem volt az elején szabad, hiszen meglepetés erejével kellett, hogy hasson. Valóban meglepetés volt, én úgy éreztem, amikor kísérgettem a zenekarokat, hiszen szerdán és szombaton mindig más-más zenekar látogatott Karcagra. Meglepetés volt, először tényleg néhányan nem is tudták, hogy most éppen mi történik az erkély vagy a lakótelepi ablak alatt, de nagyon nagy örömmel fogadták, úgy érzem. Zenekarok is jól érezték magukat, visszajelzések folyamatosak. Sok dologra jó volt egyébként ez a karanténkoncert, egyrészt kisebb közösségek jöttek, álltak össze, másképp a mi részünkről sikerült olyan zenekarokat megismerni, akiket aztán majd a későbbiekben akár vissza is hívhatunk Karcagra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében egy nagyon jó program sikeredett belőle. Lassacskán elindul az élet. Hogyan tervezik az elkövetkezendő időszak programjait? Gondolok én például a Birkafőző Fesztiválra is, amely azért hatalmas évetbe járt rendezvény, határon innen és túl viszi a hírünket. Megnéztük azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ugye a rendezvényekkel kapcsolatosan egyértelmű a kormányzati állásfoglalás, és azt gondolom, hogy a vírus helyzetben ez egy nagyon jó döntés. Augusztus 15-ig nem lehet rendezvényt tartani a Birkafőző Fesztivál, ugye beleesik ebbe az időszakba. Azt vizsgáltuk az előzőekben, hogy érdemes-e valamilyen más formában, de ragaszkodva a Birkafőző Fesztivál eredeti időpontjához megtartani, tehát mondjuk áthelyezni az online térbe. Voltak erre próbálkozások, a mi részünkről is elgondolások, és nyilván voltak hasonló rendezvények az országban máshol is. Velük is azért valami fajta kapcsolatban a szervezőkkel vagyunk, voltunk, és nyilván leszünk is hosszú távon. Azt látjuk, hogy jelen helyzetben talán ennek már nincs akkora jelentősége, mint amikor a valódi karantén helyzetről volt szó, hiszen ma már azért lehet menni kirándulni, lehet menni vendéglátóegységekbe. Másik lehetőség az, hogy esetleg elhalasztjuk a Birkafőző Fesztivált egy későbbi időszakra, de azt gondoltuk, és nyilván a városvezetéssel is egyeztettünk, és egyeztetünk folyamatosan, hogy látva a környező települések rendezvénynaptárait, látva azokat a nagy rendezvényeket, amelyek már korábban el lettek esetleg halasztva, nagyobb fesztiválokra gondolok, későbbi időpontokra, nem nagyon tudunk egy olyan időpontot találni, ahol mind a városnak, mind pedig a hozzánk látogató nagyszámú közönségnek megfelelő lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy ebben az évben nem kerül a hagyományos formában megrendezésre Birkafőző Fesztivál, inkább koncentrálunk majd a jövő évi programra. Nyilván azokkal a fellépőkkel, akikkel már lekötött szerződéseink voltak, sikerült megegyezni, tehát őket áttettük már eleve a következő évi programba, tehát igazából a szervezés már a jövő évi fesztivál kapcsán is megindult. De úgy érzem, és nyilván ebben egyetértünk nagyon sokan, hogy nem maradhat birka főzés nélkül a város. Tehát egyfajta felhívással fogunk élni, nem csak a város lakossága, hanem országos, sőt nemzetközi szinten is, hiszen az online világban ezt meg lehet tenni. Tehát arra kérünk majd mindenkit, hogy a Birkafőző Fesztivál eredeti időpontjában, június utolsó hétvégén, szombatján mindenki próbáljon meg otthon, családi körben, baráti körben, amire a jogszabályok majd lehetőséget adnak, birkát főzni. Terjengjen az illat a városba, minél több helyen lehessen hozzáférni, minél több személynek lehessen hozzáférni birkapörkölthöz, és nyilván szeretnénk őket egy picit jutalmazni, és aki majd elküldi az elkészített
Pirka Pörköltről a fényképet, vagy arról a baráti társaságról, akik összejöttek és őrzik ezt a hagyományt. Abban az időpontban, amikor eredetileg lett volna, akkor őket majd szeretnénk megjutalmazni egy-egy ajándékkal, egy-egy oklevéllel elismerni azt a fajta erőfeszítést, hogy igen, ott vagyunk, együtt vagyunk, még ha egymástól távol és nem a megszokott helyszínen, akkor is a birkafőzés hagyománya azért tovább él a városban. Ugyanígy vagyunk a többi rendezvénnyel is, próbáljuk megtalálni azoknak a helyét, lehetőségeket, amelyek eddig megszokottak voltak. Ugye nagyon nehéz egy gyermeknapot úgy megtartani, hogy igazából nem lehet rendezvényt tartani. Nagyon nehéz egy író-olvasó találkozót, egy könyvbemutatót megtartani, úgyhogy nincs személyes kapcsolat a résztvevők között. Keressük a lehetőségeket. A térzenekoncertek folytatódnak, és hát nyilván az ünnepi megemlékezéseket is próbáljuk majd abba a lehetőség szerinti forgatókönyvben megoldani, ahogy arra a jogszabályok lehetőséget adnak. A sportpálya játszóterek is bezárásra kerültek a veszélyhelyzetben, már ugye érintettük is a témát. Az elkövetkezendő időszakban milyen intenzitással, milyen módon lehet majd őket látogatni? Ez egy nagyon nehéz döntés volt, ugye rengeteg sportolónk van, rengeteg különféle sportágban, és még a mai napig nehéz meghatározni, hogy milyen formában történhetnek az edzések. A jogszabály lehetőséget adott arra, hogy májustól elkezdődjenek. Közösen az edzőkkel, sportvezetőkkel azt gondoltuk és úgy döntöttünk, hogy mi még egy picit várunk. Tehát május közepétől indultak el Karcagon az edzések, és azt gondolom, hogy olyan feltételekkel, amely mind a sportolóknak, mind az edzőknek, vezetőknek, mind a szülőknek megnyugtatásul szolgálhatnak. Csak a szabadtéri edzéseket indítottuk el, tehát maga a városi sportcsarnokban még nem történnek edzések, és arra kértük az edzőket, hogy lehetőség szerint olyan feladatokat adjanak a sportolóknak, amely a közvetlen érintkezést megakadályozza. Tehát próbálják megtartani a távolságot a versenyzők között, a sportolók között, ami ugye elsősorban egyéni edzésekre ad lehetőséget, tehát a kondicionális és koordinációs gyakorlatokat próbálják előtérbe helyezni. Nem könnyű labdajátéknál sem, azoknál a sportágoknál, ahol viszont a testi érintkezés elengedhetetlen, tehát mondjuk egy karatéban vagy egy birkózásban, ott pedig talán még nehezebb ezeket a feladatokat megoldani, de hát én azt gondolom, hogy vannak olyan felkészültek a testnevelők, edzők, hogy ezt meg fogják tenni. Nem tudom, hogy hogyan fog alakulni a további helyzet. Leülünk a vezetőinkkel, edzőinkkel két hetente, és értékeljük a jelenlegi helyzetet. Én bízom abban, hogy előbb-utóbb visszaállít is a normális kerékvágásba a sportolók élete. A játszóterek ugye meg nyitásra kerültek, de még mindig arra kérjük a játszótér használókat, hogy itt is próbálják megtartani azokat a távolságokat egymástól, családok közötti távolságokat, amelyek azért a koronavírus járvány alatt már megszokhatóvá váltak, tehát az a 1,5-2 méteres távolságot próbáljuk tartani. Én bízom abban, hogy mindenki partner lesz ebben úgy, ahogy az előző időszakban is. Trianon 100. évfordulóját ünnepeljük. Hogyan fog megtartásra kerülni az esemény? Milyen formában fogunk megemlékezni? A plakátok már útban vannak. Én azt gondolom, hogy minden háztartásban, Karcagi Hírmondón és a médiákon keresztül el fog jutni a megemlékezés programja. Június 4-én délután 15:30-től várjuk az érdeklődőket a református nagy templom előtti térre, ahol terveink szerint egy nagy Magyarország, egy felszabdalt nagy Magyarország térkép lesz majd kiterítve. Stílusosan 100 virág kerül a határok mellett elhelyezésre, és arra kérünk mindenkit, hogy aki eljön a megemlékezésre, az előre elkészített mécsesekből gyújtson meg egy mécsest, és helyezze
a térkép azon pontjára, ami esetleg neki a szívéhez legközelebb áll, legyen ez Erdély, Felvidék, vagy a délvidéki rész, vagy akár a mostani Magyarország területe. Megnéztük a térképet, én azt gondolom, hogy a testvérvárosokat természetesen jelölni fogjuk, bízom abban, hogy ott lesz majd a legnagyobb a mécseseknek az elhelyezési aránya. De én mondtam, hogy én például biztos, hogy a Felvidékre fogom tenni, hiszen a Szepesség az ugye ott van fönt, és akkor nyilván én oda fogom tenni a mécses, de természetes, hogy mindenkinek a saját döntésére bízzuk ezt. A mécsesek elhelyezése után 16 órától emlékező istentisztelet a református nagy templomban, ahol megemlékezik és igét hirdet nagy tiszteletű Konsz Tibor Esperes úr. Ezt követően pedig, ahogy jövünk ki majd a templomból, ugye egy országos felhíváshoz csatlakozott a református egyház, és azt gondolom, hogy Karcag összes történelmi egyháza. 100 másodpercre fognak megszólalni országszerte, magyar lakta területeken felekezetre való tekintet nélkül a harangok 16 óra 30-kor. Ezt fogjuk egy néma főhajtással végighallgatni, amely alatt a trianoni ország zászló félárbocra ereszkedik, jelezve ezzel is az összetartozásunkat és az elszakított országrész iránti emlékezéseinket. Erre ad lehetőséget a jogszabály, hiszen rendezvényt nem szabad tartani jelen pillanatban sem, de a templomi megemlékezéseket engedélyezték, nyilván betartva ott is a megfelelő védőtávolságot. Úgyhogy várunk mindenkit a június 4-i megemlékezésre. Igazgató úr, én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!